Világszinten mintegy 250 000 számítógépet támadott meg egy zsarolóvírus a hétvégén. Románia a legérintettebb országok közé tartozik. A WannaCry, azaz Akarsz sírni névre keresztelt programmal intéztek világméretű számítógépes támadást a hétvégén. A vírus zárója a megfertőzött számítógép adatait, majd pénzt követel ennek feloldásához. Ebben a TXT dokumentumban a hackerek az árolt fájlok visszaszerzésének módját ismertetik. Ez esetben mintegy 90 dollárnyi értékkel bíró bitcoinnal, azaz virtuális valutával fizetve lehet a fájlokat felszabadítani. A szakértők azonban óva intenek attól, hogy fizessünk a fájlok visszaszerzéséért, ugyanis ezáltal a további támadásokhoz biztosítanánk erőforrásokat a hackerek számára. Romániában körülbelül 330 érintett nyilvános IP címről tudunk. Ez azt jelenti, hogy ezek mögött akár egy jelentős számítógép parkot magába foglaló hálózat is állhat, tehát 10, 15, 20 vagy éppen 1000 számítógép IP címenként. Nem tudjuk összesen hány számítógép érintett az ügyben, annyi biztos, hogy 332 nyilvános IP címet támadott meg a vírus Romániában. A program a rendszerhiányosságot használja ki, így a szakértő szerint az operációs rendszer frissítését és a vírusírtó program telepítésével lehet megelőzni a támadást. Csak az elmúlt hétvégén több mint 250 000 számítógépet támadott meg a vírus világszinten. A megtámadott célpontok között kórházak, pénzügyi intézmények, távközlési cégek és médiaintézmények is vannak. A támadásokat az egyik legnépszerűbb vírusírtó a Bitdefender honlapján valós időben lehet követni. Románia a legérintettebb országok közé tartozik.